Hello, S. A News. Turóczi Richardal. A legfőbb hír ezúttal az, hogy holnap kezdődik a Ramadán, és egészen április 21-ig tart majd. Ramadán idején a muszlimok napkeltétől napnyugtáig nem ehetnek, nem ihatnak. Emellett pedig kerülni kell a haragot, a veszekedést, az erőszakot, az irítséget, a vágyat, a pletykát és a hazugságot is. Ennek rendkívül nagy jelentősége lesz az éppen körülöttünk zajló történelemben is, mert a földön élő 2 milliárd muszlim vezetőinek többsége igenis betartja ezeket a szabályokat, vagyis egészen máshogy fognak állni a geopolitikához. Xinhua. Xi Jinping találkozott Putyin orosz elnökkel, de ez csak az első napnak az eredménye volt. Ma már a második napjánál tartunk a 3 napos látogatásnak, és holnap is Moszkvában lesz a kínai elnök. Az MTI kínai megfelelőjének cikkéből olyan félmondatokat szeretnék idézni, mint hogy a két legnagyobb szomszéd találkozik egymással. Kína mindig is független külpolitikát folytatott. Kína stratégiai döntése a kapcsolatok megszilárdítása Oroszországgal a világban zajló tendenciák alapján. Hiszünk abban, hogy minél nehezebb, annál több teret kell hagyni a békének, minél élesebb a konfliktus, annál inkább nem szabad feladni a párbeszédre irányuló erőfeszítéseket, stb. Amikor valaki 3 napra megy tárgyalni, akkor nem vámszabad területekről, határokon átnyúló nemzeti parkok kijelöléséről és pandák barna medvékre történő cseréléséről egyeztetnek, hanem éppen azt alakítgatják ki, hogy milyen világban fogunk mi élni ezután mindannyian, mert az, amiben eddig éltünk, már nyilvánvalóan nem létezik. Politico. Oroszország és Kína meg akarja bontani a világrendet, mondta a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője. Na hát, Mr. John Kirby, micsoda meglepetés ez, ugye? Talán nem kellene mindenféle másodrendű megváltoztatásra és érzékenyítésre meg oktatásra szoruló népként hozzáállni a világ többségéhez, akiknél ugye más a berendezkedés, és hát nem igazán akarják betartani azokat a szabályokat, amelyek csak az USA-nak és az USA szövetségeseinek jók. És ahogy azt a Telegram csoportomban, illetve az Instagramom sztoriában jeleztem, idéznék én az Idők jelei nagyképes naptárból, családi okok miatt igen tekintélyes könyvtár és dokumentumtár birtokosai voltunk mindig is, és jól emlékszem arra, hogy ebben az 1924-es nagyképes naptárban mit olvastam én annak idején Kínáról, illetve hát a világ többi részéről, miként álltak a világ többi részéhez az európaiak és az amerikaiak egy év hiány, tehát 100 évvel ezelőtt, 1924-ben. Ázsia keleti partvidéke a legnépesebb része a földkerekségének. Egy életre való értelmes faj, akkori szóhasználattal, lakja ezen vidéket. Itt lakik az összemberiségnek legalább harmad része. A protestáns és katolikus missziók egyaránt kiküldték a helyre legkiválóbb munkásaikat. Nem is csoda, hiszen ezen országokban lakik az egész világon élő pogányoknak legalább a fele. Mi nagyszerű kiváltságban van ma részünk, mi pompás alkalom kínálkozik ma a munkára. Kína és Japán nem zárkóznak el többé azok elől, akik kapuiknál bebocsátást kérnek. A kelet és nyugat ma már a legnagyobb rokonszemvel érintkezik egymással, s napról napra tapasztalhatjuk a barátságos viszony elmélyülését. A kérdést oly módon igyekszünk egyelőre megoldani, hogy oly iratokat terjesztünk a nép között, amelyek megismertetik őket a tiszta és egészséges élet elveivel és szabályaival. Talán, ha nem így állna az európai és amerikai ember a világ többi részéhez, nem próbálna megváltoztatni, átnevelni a saját szabályait, rájuk kényszeríteni, hanem elfogadná a különböző társadalmak és kultúrák, politikai berendezkedések másságát, akkor lehetne békében egymás mellett élni. Egy évszázaddal ezelőtt is pont úgy ment a befolyásolás, mint most, és pont abból az alapállásból, ahogy most mindenki más tudatlan, akik nem tudják, hogy mi nekik a jó. Na, hát ők nagyon is tudják, hogy mi nekik a jó, és ki fognak állni érte. A szunita és a síta muszlim, a kommunista, a monarchista, a szocialista, a hindu-india, a mindenféle világi föderációk és köztársaságok, katonai hunták és diktatúrák majd szépen összefognak azért, hogy ne játsszák itt az egykori kolonizálók utódai a világrendőrséget. Iszki lesz. Idéznék tovább 1924-ből. Mikor hirtelen hátrafordult, észrevette, hogy pörl arcán a lekicsinlés kifejezése ül. Azonnal megértette, hogy magában azt gondolhatja, hogy ímé ez az amerikai hölgy azért jött Kínába, hogy bennünket tanítson, és most egy egyszerű kis kínai lánynak kell magát helytelen magatartása miatt szégyelleni. Többé nem kell. Napi.hu. Nagy Márton 2. Az egész világ a nyomunkban járva küzd.
Elnézést. Mosolovka. A Twitter dolgozója $200 vásárolt egy Windows 10 licenszkulcsot, de az nem aktiválódott. Majd az ügyfélszolgálathoz fordult segítségért. A segítség a következő volt, a hivatalos Microsoft terméktámogatás dolgozója egyszerűen csatlakozott az ügyfél számítógépéhez távolról, és aktiválta a Windows-t az internetről letöltött kalóz crack segítségével. Rajongó. Katadata. Milyen jó neve van ennek az indonéz oldalnak, de nem ezért van itt, hanem azért, mert az Indonéz Nemzeti Bank áprilisban bevezeti a hazai bankkártyákat, majd eldobja a Visa Mastercard párost. Indonézia a világ egyik leggyorsabban fejlődő gazdasága, 277 millió ember él ott, ez kb. Az EU lakosságának a fele, jelenleg a világ hetedik legnagyobb gazdasága. Ami mindenkinek beugorhat Indonéziáról, az Bali szigete, illetve az az autópálya matrica rendszer, amit magyar cégek építenek ki most éppen. Na, ők úgy döntöttek, hogy eldobják a Visa Mastercard párost, konkrétan megtiltják az indonéz bankoknak azt, hogy velük együtt működjenek, mégpedig azért, mert ezek amerikai cégek. És tanulva az Oroszország elleni szankciókból, ha az USA úgy gondolja, hogy meg akarja büntetni Indonéziát, mert éppen katonai akciót követel, nem úgy szavaz valahol, ahogy nekik tetszene, illetve talán feldarabolnak a jövőben egy ellenzéki újságírót, akkor nem szeretnének maguknak problémát. Ez a leválás első fázisa egyébként, a világ hetedik legerősebb gazdaságaként számos további olyan megoldással készülnek még, ami lehetetlenné teszi, hogy az USA vagy az EU érdemi szankciókkal fenyegesse őket. Tényleg óriási ötlet volt alágyújtani a világnak, megrengetni a bizalmat az európai és amerikai jogrendben. Például azért, mert az a több százmillió Mastercard és Visa kártya, ami most még indonéz zsebekben lapul, hamarosan nem lesz aktív és nem hoz hasznot ezeknek az amerikai cégeknek. Al Jazeera. Az orosz szankciók megfosztják a tróntól a dollár királyságát. Nemzetek özöne próbálja csökkenteni a dollártól való függőségét, attól tartva, hogy az Egyesült Államok fegyverként használja majd azt ellenük. Argentína, Brazília, India, Dél-Afrika, az arab országok közül Szaúd-Arábia, az Emirátusok, Egyiptom, Omán, Katar, Bahrein, Kuwait, Irak, Algéria, aztán ott van még Malajzia, Indonézia, Brunei, Vietnám. Éppen próbálja minimalizálni a dollár használatát. Ez történik, hogyha a legerősebb talpát a gazdaságodnak arra használod, hogy másokat fenyíts vele. RBK. Putyin bejelentette Oroszország készségét a yuanra való átállásra a külkereskedelemben. Oroszország ezentúl kész a kínai yuant Afrikával, Ázsiával és Latin-Amerikával folytatott kereskedelmében használni, és Putyin személyesen már biztos abban, hogy ezen harmadik országok is készségesek lesznek ebben. Egyébként a két ország közötti kereskedelem, mármint Kína és Oroszország között már eddig is kétharmad részben rubelben és yuanban történt. Ez egyébként történelmi rekordot ért el, forintban nem is nagyon lehet kifejezni, mert még dollárban is 185 milliárd. Mindkét ország mostantól azonban egyébként, hogy együtt fejleszték tovább az északi tengeri útvonalat a hajózás tekintetében, már amennyiben Európa addig nem szankciózza szét Kínát is, tehát lesz még értelme Kínának Európával kereskednie, de épülnek tovább a gázvezetékek is. Itt tartunk most a második napján a kínai-orosz találkozónak. A lényeg az, hogy Oroszország innentől Brazíliával, mondjuk a Dél-Afrikai Köztársasággal, Indonéziával, Malival és mindenki mással dollár helyett yuanban fog bizniszelni. Apróság, ugye? Cash. A Német Gazdaságkutató Intézet főnöke Frascher 2. A piacokon és a megtakarítók körében a pánik a legnagyobb gond. Marcel Frascher szerint nem lehet kizárni, hogy bekövetkezik egy európai bankválság. Ezt az elmúlt hetek amerikai és svájci bankcsődjei mellett, meg a COVID szövődményei után a világgazdaság instabilitása, az infláció, és az is fűti, hogy számos kínai és más ázsiai közel-keleti ember viszi el a pénzét az európai bankokból azért, mert fél egy esetleges szankciótól, ami a hazáját érintheti a jövőben. A német GKI vezetője szerint azonban a legnagyobb fenyegetés most már az, hogy az európai döntéshozók, befektetők és üzletemberek között is eluralkodik a pánik, nem fognak bízni a jövőben, és ezért valóban bekövetkezik az, mint egy önbeteljesítő jóslatként, hogy ebből európai bankválság lesz, vele pedig egy ma még beláthatatlan európai gazdasági válság is. Az Európai Központi Bank kamatemelése szerint súlyos hiba lehetett, mert bár az infláció megfékezéséhez bevált módszer az ilyesmi, de
ez még tovább gyengíti a stabilitást, még kevésbé bíznak az emberek a befektetéseikben. Tegnap és ma is több bank értéke is zuhant, általában véve a pénzügyi szolgáltatók Európában és Amerikában is rosszul szerepelnek. Ha erre rájön a pánik, akkor ugye ki tudja, hol áll meg a spirál. Nézzük is meg a legfrissebb inflációs adatokat az EU-ban. Első helyzet Magyarska, 25,8%-kal Magyarország jobban teljesít. Második lett ország 20,1%, harmadik Csehország 18,4%, aztán Észtország 17,8%, utána Lengyelország 17,2%, utána Litvánia 17,2%, Szlovákia 15,4, Bulgária 13,7, Románia 13,4, Horvátország 11,7, Ausztria 11%. Na hát, milyen érdekes. Ezek valahogy mind olyan országok, amelyek a térképen és gáz meg olajvezetékileg is Oroszországhoz kötődnek. Nem, az inflációnak semmi köze a szankciókhoz. Dehogy. Egyáltalán nincs. Nem is amiatt zárták el az oroszok a gázt. Le Monde. Nyugdíjreform 2. A párizsi rendőrfőnök a tüntetések során csapdák használatát látja indokoltnak. Hétfő este óta nagyon nagy balhék zajlanak Franciaország szerte, miután a nemzetgyűlés nem szavazta meg a kormány és tulajdonképpen Macron megbuktatását. Ezt az ellenzék azután terjesztette be, hogy a nyugdíjkorhatárt annak ellenére is megemelték, hogy milliók tüntettek ellene ország szerte. Ez most tehát nem egy szokásos napi rutin Franciaországban, ami egészen furcsán tűnhet Magyarországról, az az, hogy a nyugdíjkorhatár emeléseért nem haptovan pluszos bácsik és nénik mentek ki autókat felgyújtani és bankokba betörni, hanem 20 évesek támadnak meg mindent, és igazságtalanságnak élik meg, hogy Franciaország Ukrajna támogatására költ, a saját állampolgáraira, tehát a tüntetők szüleire és nagyszüleire meg nem. Nehéz elképzelni, hogy mondjuk egy magyar redditor kimenne tüntetni azért, ha például elvennék a nyugdíjasoknak járó ingyenes utazást. Mondjuk azt pont el is kéne. Eastern Herald. Az összes NATO oktató által kiképzett ukrán katona meghalt. Tehát az összes olyan ukrán katona, akit 2014 és 2022 között NATO oktatók képeztek ki, már meghalt. Felhívom a figyelmet, hogy 2014-től képezték ki őket. Petr Pavel cseh elnök, aki ugye korábban NATO tiszt volt előtte, meg a csehszlovák néphadsereg tisztje, azt mondta, hogy az ukrán hadseregnek ebben az évben egyetlen kísérlete lehet csak ellentámadást végrehajtani, többre nincs ereje. A nyugati szaktudás, a nyugati magas szakmai felkészültség, a nyugati technikai színvonal, a nyugati eljárások és nyugati technológia, a nyugati magas hozzáadott érték, a nyugati emberközpontúság, a nyugati gazdasági előny, a nyugati elvi, erkölcsi és morális fölény, szóval minden, ami nyugati, az legalább olyan jól vizsgázik, mint az oroszok villámháborús terve. Foreign Affairs. Ha Kína felfegyverzi Oroszországot, az Egyesült Államoknak meg kell ölnie a kínai repülőgépipart. Milyen kedves cím, ugye? Meg kell ölnie. A tartalma sem akármi. A kínai repülőgépipar nagy mértékben függ a nyugati alkatrészektől, mármint szerintük, és valószínűleg, ez egy nagyon fontos szó, valószínűleg évekbe fog telni, amíg egy hazai helyettesítőt létrehoznak. Ezért ők arra jutottak, a maguk szellemi színvonalán, hogyha Kína folytatja erőfeszítéseit Oroszország felfegyverzésére, a nyugatnak lehetősége lesz szankciókat bevezetni, és Pekingnek egy előregedő repülőgép parkja marad, amelynek megbízhatósága és biztonsága nagyon megkérdőjelezhető. Milyen érzékenyen érintette ez az oroszokat is, ugye? Azóta is csak úgy hullanak le a gépek az égről, mindegy is. A lényeg, hogy lehetne sokkal egyszerűbben is csinálni, gyerekek. Szankciókat kell bevezetni minden ország ellen, ami nem az Egyesült Államok, vagy az Európai Unió, vagy más baráti állam. És akkor csak az Egyesült Államok lesz képes mindent megtenni a világon. Hát mennyivel egyszerűbb? Mit kell itt tökörészni? Fogolt szankció, az kész. Szóljon hangosan az ének, cancel culture az egész világgal szemben, aztán szépen magára zárja az ajtót a nyugat. Aki nem olyan, mint ők, annak szankciók, az kész. Más nálatok a politikai berendezkedés? Szankciók. Más gondoltok a gazdaságról? Szankciók. Szeretnétek a saját érdekeitek szerint élni az életeteket? Szankciók. Rasszista vagy? Szankciók. Homofób vagy? Szankciók. Nem értesz valamit? Szankciók. Mit nézel? Szankciók. Hülyén nézel? Szankciók. Nem beszélsz angolul? Szankciók. Nem tetszenek a szankciók? Szankciók.
Mit kell ezen csodálkozni, én nem értem. A szabadság, a népek és az országok egyenjogúsága rendkívül fontos értékek a nyugati világ számára. Most mit röhögsz? Szankciók. RIA Novosti. Magyarország blokkolja az EU nyilatkozatát a Nemzetközi Büntetőbíróság Putyin letartóztatására vonatkozó parancsáról. Komikus lenne mindez, ha nem lenne a helyzet ennyire tragikus. Putyin ugyanis nem tud Bogácson fürdőzni, vagy a Margit-szigeten futni, mivel egyrészt ez a történet valójában csak a nyilatkozatról szól, amivel szemben semmiféle blokkolás nem történt, hiszen egyszerűen csak a magyar igazságügyi miniszter egyedüliként nem írta azt alá. Másrészt nem tudna Magyarországra jönni Putyin akkor se, ha nagyon akarna, és hogyha a magyar hatóságok nem tartanák be a letartóztatási parancsot. Ugyanis nincs olyan légtér, amin keresztül ide repülhetne biztonságosan. Úgyhogy, ha ide akar jönni, akkor előbb el kell érni az orosz hadseregnek az ukrán-magyar határt. Csak aztán nehogy meglepett Pikachuként pislogjanak Hágában, amikor kiderül, hogy ő ezt kihívásnak vette és el is fogadta. The Guardian. A Nemzetközi Büntetőbíróság többletpénzért könyörög az orosz háborús bűnök Ukrajnában történő felderítésére. Ha esetleg bárkinek kérdése lett volna, hogy mégis mi motiválta őket arra, hogy Putyin ellen elfogadási parancsot adjanak ki, akkor most már ne legyen. Egyébként az USA ennek nem tagja, már ennek a büntetőbírósági rendszernek. Bush ennek miértjéről annak idején így nyilatkozott. Well, the International Criminal Court is troubling to the United States. It's troubling to the administration, obviously troubling to the United States Senate as well. President Clinton signed this treaty, but when he signed it, he said it should not be submitted to the Senate. And therefore never has been, and I don't intend to submit it either. Because it, you know, as the United States works to bring peace around the world, our diplomats and or soldiers could be dragged into this court. And that's a very troubling to me. And we'll try to work out the impasse at the United Nations, but one thing we're not going to do is sign on to the International Criminal Court. Bloomberg. Az orosz olaj új királya, ez a hadkereskedő volt decemberben. A számlaadatokból a Bloombergnél megtalálták a nagy új orosz olajkereskedőket, akik bucira keresik magukat a bizniszen, mivel minden nyugati kereskedő otthagyta ezt a megélhetési formát, így szabad lett a tér. A Bloomberg címadása kivételesen elég eklik be itt, konkrét cégneveket nem írnak le, és csak három országot neveznek meg, Kínát, Nahát, Indiát, Nahát, és Törökországot, Nahát. Illetve van még egy ismeretlen Ázsia, ez úgy hangzik, mint valami iskolás felkészítő anyag, az ismeretlen Ázsia, illetve az úgynevezett egyéb ismeretlen. Ez a legjobb. Az egyéb ismeretlen. Na, őket kellene jól megszankciózni, csak hát az egyéb meg az ismeretlen, az már két ismeretlenes egyenlet, és abból kiindul, hogy a német külügyminiszter azt, hogy miként állt a teljes fordulat kérdéséhez. Erős kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy meg tudnának-e oldani a megfejtők egy két ismeretlenes egyenletet. Ha szeretnéd, hogy top hír jusson el hozzád, akkor támogasd Anyuszt. Megteheted banki átutalással Magyarországról és külföldről, illetve PayPalon is. Részletek a leírásban. Köszönjük! India Times. Az aranyára rekordmagasságon van, a jövő héten először lépheti át a 60 ezer rúpiát. Értelemszerűen Indiában egészen más az emberek viszonya az aranyhoz, ahogyan egyébként Ázsia szerte, vagy éppen Észak-Afrikában is. Sok ember azért hord aranyat magán ékszerként, mert ha szüksége van rá, akkor azonnal be tudja váltani pénzre. Ott ez így szokás. Most egy indiai, egy egyiptomi, vagy egy maláj középosztálybeli átlagember számára látszólag örömteli hír, hogy a rajta lévő arany az elmúlt időben 11%-ot emelkedett értékében, miután pedig az amerikai bankok után most már egy svájci bank is egy konkurens bankba volt képes menekülni a csőd elől. Lehet, hogy a legjobb döntést hozták akkor, amikor ékszerekben tartották magukon a zsét. The Times of India. Japán 75 milliárd dollárja ingyen, nyitott indocsendes óceáni térség, de Ukrajna túl nagyra nőtt. Kishida, a japán miniszterelnök Modinál járt, és mindenféle bizniszekről egyeztettek, aztán a sajtótájékoztatón a japán fél elkezdte tolni a szokásost, hogy így Moszkva agressziója, úgy meg akarják változtatni a világrendet Kínával, stb. Stb. A lényeg, hogy az indiai vezető erről egy szót sem szólt, sőt, Kínával kapcsolatban még annyit sem. Pedig ők nincsenek annyira jóban. Tessen.
ez egy ukrán oldal. Lengyelország kénytelen lesz konfliktusba bocsátkozni Oroszországgal Kijev veresége esetén, mondta a párizsi lengyel nagykövet, egyébként az Elsin. Vous savez, c'est pas l'OTAN, c'est pas la Pologne, c'est pas la France, c'est pas la Slovaquie qui augmente cette tension. C'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, c'est la Russie qui fait l'invasion sur le territoire, c'est la Russie qui tue des personnes, c'est la Russie qui kidnappe les enfants ukrainiens. Donc, soit aujourd'hui l'Ukraine va défendre sa indépendance. Sinon, en tout état de cause, nous serons obligés de rentrer dans ces conflits parce que nos valeurs principaux qui étaient le fondement de notre civilisation, de notre culture, de notre seront en danger fondamental. Donc on n'a pas de choix aujourd'hui. Miután ezt elmondta saját szájával, lehetett némi idő, mire észbe kaptak, és kijött egy közlemény arról, hogy mi nem úgy gondoltuk, meg a nagykövet úszó úgy gondolta, hogy csak valami félrefordítás lehet, vagy nem beszéli elég jól a franciát a nagykövet úr, bár nem akarunk mi konfliktusba keveredni itten természetesen, de nem. Már nem mennénk mi harcba, nem. Csak arra gondoltunk, hogy hát igazándiból mink így azt gondoljuk, hogy sokkal kellemetlenebb lenne a biztonsági helyzet Európába, de ő létszi, nem most gondolt, nem úgy gondoltuk. Na, ezek az emberek döntéshozói pozícióban vannak. Reuters. Szomáliában a szárazság miatt tavaly 43 ezeren haltak meg, felük 5 év alatti, írja egy tanulmány. Valójában a szárazság helyett az igazi ok az ország apró darabokra történő szétesése, ami lehetetlenné tette, hogy a sokféle szeparatista, unionista, vagy éppen kalóz hadúr hatalma alá tartozó területeken az emberekkel is törődjön valaki. Nem tudom, voltak-e szankciók már rájuk? Ha nem, akkor talán ideje lenne, mert hát mégiscsak 43 ezer ember halt meg miattuk. De ha továbbra sem lesznek ellenük szankciók, akkor majd, gondolom, bevándorolhatnak. Cserébe a túlélők. Motorsport.com. A szaudi herceg Hamiltonról 2. Mi megértjük őt, de ő is értse meg minket. Szaúd-Arábiában volt az F1 az előző hétvégén, hogy milyen állapotban van ez az egész, arról csak annyit, hogy Alonso először harmadikként ért célba, fel is állhatott a dobogóra, aztán elvették tőle a harmadik helyet, meg a serleget is, olyan ér, amit már korábban letöltött időbüntetéssel, aztán odaadták a serleget Russellnek, akit lefotóztak vele, kihirdették harmadiknak, aztán visszavették tőle a serleget, és visszaadták Alonsónak. Ennyit ez a fájéről. A következő versenyre szerintem adjanak egy 10 másodperces büntetést a safety car-nak, és akkor ember leszünk. A lényeg, hogy Lewis Hamilton szivárvány színű sisakban versenyzett. Ott direkt. Plusz újra meg újra kritizált az FIA-t és az F1-et, hogy egy olyan országnak adják oda rendezési jogot, mint Szaúd-Arábia. Aztán ő elment oda versenyezni. Na, és az egyik szaudi herceg erre úgy reagált, hogy ők szaudiak, nem akarnak megváltoztatni senkit, de azt sem szeretnék, ha azt várnák el tőlük, hogy ők megváltozzanak. Neki megvan a saját országuk, a saját szokásaikkal, a saját szabályukkal, ők így élnek, ahogy, és ők sem mennek csak úgy oda Nagy-Britanniába megmondani, hogy mi nem helyes ott szerintük. Na, az, ami 1924-ben szerepelt az idők jelei nagyképes naptárban, sajnos még mindig aktuális. Ez volt a News Turoczy Richarddal. Ne filiujcsitek el filiratkozni. Van hoza egy csengő is. Telegram t.mi/turoczyrichard. Instagram richardturoczy. TikTok richard.turoczy. Mara eni. Ciao.